Úristen, mit segít az ellenfélnek? Levár! Használ te is a világ legjobb kódját, a csúszi kódot. Yay! Na sziasztok, srácok és lányok! Üdvözlök mindenkit itt egy újabb Brawl Stars-os videóban, amiben bizony a noob játékosok fognak összecsapni a profi játékosokkal. A noobokat valószínűleg már jól ismerhetitek, hogyha szoktatok esetleg randomokkal együtt játszani. Na de a profikat még nem biztos! Nyugi, tudom, nem vagyok profi, hanem egy isten császár! Bam, bam, bam! Na de kezdjük is a kedvenc karakteremmel, Mortisszal. Belőle aztán nem lesz nehéz noob játékosokat találni, tele van velük az összes mérkőzés. Tessék, ott van például egy... Annyira tipikus, bele autoémel a falba. Jaj... Ez megtörtént a valóságban? Hogy vigyázva állt már utána? Mintha mi se történt volna? Tökéletes példa. Na de itt a professzionális játékos 1v3-ba kétszer kimegy a szuper és harmadjára is! Micsoda killek és onnan meg easy goal. Na de menjünk vissza az óvodába, nézzük a noob játékost. Oh my god. Ekkor még lehetett öngolt lőni. Oh, mennyire? Mennyire így volt mindig? Amikor éppen csak ugranád, de már be is lőtted. Itt a profi játékos, akinek viszont sikerül kivédenie. Wow! Micsoda dashek! Ne már, immunisan gyönyörű védés! Ekkora headshotot kapott a kapus. Itt van egy újabb noob. Aki próbál tímelni? Jézusom, Shellyvel. Úristen, ember. Aj, hányszor fordult elő ilyen is? Jaj, de legalább nem keserítette meg senki játékát, mert szólóba történt. És itt van egy profi, ráadásul Gil. Wow. Oké, öten élnek még. Azt a mindenit, és ráadásul elég tankosak, de mi legy ott? Úristen, mennyiszer tudja elnyomni a szuper, és még egyszer. Hát a pokó már feladta az életet is, főleg ha látja a nevét Gilnek. És ismét a noob, aki éppen tévézik, és nézi azt, hogy micsoda gyönyörű trickshotot lő valaki. Hát ez amúgy tényleg gyönyörű, hát jó párszor lepattant azért. Nekem is ugyanez a reakcióm. Megpróbálja kimatekolni, közben Pokémon zene. Anyu büszke lesz rám. Vagy mégsem, hó, szegény Jesse, akinek végig kellett ezt néznie. Wow! Épp, hogy kirobbantott a Tignek a szuperje. Na jó van! Kétszer bolondította meg ezzel a trickshottal! Wow! Hát rendesen kicentiszte azokat a gólokat, ez itt egy centi nem volt közte! Micsoda trickshotok! És micsoda tipikus random Mortisok! De szerencsére már nem lehet öngolt lőni! Ha még lehetne egy-két random Mortis csapattárs után, biztos, hogy törölném a játékot! Na de nézzük is meg, hogy ő hogyan teljesít! Nem az 56-os forradalom, hanem Dynamike! Jaj, hát ezekből is valahogy noob játékos, főleg akkor, hogyha azt az ugráló Star Power-ét hozzák be. Lát, Dunát lehetne rekeszteni belőlük. Nem áll, csak kellett említenem. Mi az a banáné? És TNT is a nyújtó kiesett belőle, érted, Dynamike? Jaj, nem már, hallod? Ha ilyen balszerencsés vagy, ne lottozzál. Na de a profi játékos megmutatja, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ad magának egy passzot szuperrel, pedig ellöki magát, és ott üres kapura! Wow! Mit csinál a gól? Nem tudták lereagálni, közben pedig El Primo keresztül lövi. Megint egy ugrás, és még egy ugrás! Mi van? Hú, azért ehhez kell skill, hogy ennyiszer magad alá tud dobni pontosan. És itt a noob játékos. Úristen, micsoda epikus fightot láthatunk. Penny versus Dynamite. A mortár. Noob. Az biztos, hogy elfeledkezett róla. Jön a profi játékos, aki ismét indítja magát a szuperre, mindárba eltalálja, már itt van újra a szuper, ki is csinálja Pokót, majd utána pedig még Darylt is és a Shellyt! Úristen, hát az egész csapatot. Totális dominálás. A Frank ellen vajon mit tud kezdeni? Ez eléggé tankos. Na jó, mondjuk a szuperrel jól lesebezte, de már megy is a Mortisra, folyamatosan ugrál, így nem kap sebzést, de itt is van a noob játékos. Nézzük, hogy ő vajon meg tudja oldani a Frank elleni harcot. Van a netemmel.
Aj, nem már! Jaj, bevételt! Taka, jó van, értem, én vagyok a noob játékos. Edki! Közben a profitól milyen szupert láthattunk! Azt a mindenit, hogy átugorta őket, és ott a gól! Hát ez eddig az egyik legszebb volt. Megint előreugrik. Mit érdekel, hogy két ellenfél ott van mellette? Nem számít az! Abban a pillanatban, hogy robbant lőtte. Mindig nem hiszem el, hogy sikerült átvernie. De ettől még ez a videó nagyon jól bemutatta, hogy milyenek is a noob Dynamite játékosok. Főleg akkor, hogyha ez a Star Power van náluk. De most jöjjön is El Primo! Ez a karakter azért viszonylag hamar megszerezhető, úgyhogy elég sokan játsszák kezdők közül is ezt a karaktert. Itt is van egy noob játékos, akinek már be van töltve a szuper. Te mi volt ez az ugrás? Legalább üsd már ki a falat, vagy passzolj le a havernak! Jézusom, mennyit hibázik! Jaj, és még be se sétál vele! De legalább le tudta szedni az enemit. Na, onnan már íz... És ótóimmel hátra. Most pedig a profi játékos, be is van töltve a szuperje! What? Wow! Három pattanásos streak shot! Hát micsoda tínédzser fiú lehet, hogy ennyire tele van pattanással. Bolondítja az ellenfelet ismét! Hát nem tudták, hogy merre forduljanak! Gyönyörű! Jaj, ez már csak habatortán! Na, ismét Nubito Papito! Mi a helyzet? 10-1 az állás, gyakorlatilag ott a win, 10 másodperc maradt hátra az egész mérkőzésből, hát ezt lehetetlen eladni! Mit csinálsz? Jó kis Minecraft Madness és a többi. Nagyon jó, főleg random játékosokkal, de közben itt is van a professzionális játékos, aki ugrik is be az emzre, és kicsinálja a másik játékost is, és az egész ellenfél csapatát megsemmisíti. 11-4-ről fordít, és egyetlen egy gemje sem marad az ellenfél csapatának. Wow! Azért még beugrik abba a fightba, nehogy már még mindegyiket kicsinálja. Mi van? De vissza is térünk a noob játékoshoz, aki éppenséggel próbál egy Mortis ellen védekezni, és sikerül is neki, már csak a rózát kell kicsinálni. Mit csinálsz? Mi az a hátralökés, Jézusom? Úristen, mit segít az ellenfélnek? Ne már! Az nem lett volna gól, de így igen. De jókor ugrott el. Ne védekezz, az a öngól megint szép volt. Nézzük, a profi mit csinál vajon? Itt is van a susnyásban. Jaj, én emlékszem. Jaj, de jó ez a map. Hát igen, ezt meg lehet csinálni. Onnan már nem jössz ki, haver. A Storm fog veled végezni. Hát nem gondoltam volna, hogy tudják majd überelni a Mortisos vagy a Dynamite-os playeket, de azért ebben volt egy-kettő olyan megmozdulás, amiben lefőttem rendesen. Mik voltak ezek az elugrások, amikor védekezni kellene, vagy mik voltak ezek az öngólok? Hát nem tudom, hogy létezik-e olyan, hogy öngólpassz, de ha igen, akkor most láttunk egy jó párat. Na de vajon a most következő utolsó tudja tetőzni majd mindezt. Jöjjön is, Colt! Na erre nagyon kíváncsi vagyok vele, aztán nem sok mindent lehet úgy igazán elrontani. Ja. Még nem árt megtanulni célozni, és nem csak az autóémet használni. Jaj, mit fog az ott kapni a Shelly-től? Ne nyomjad! Nincsen ammót, haver! Hát ez gyönyörű volt. Erről is feledkeztem, hogy célozni is tudni kell a Colttal. De itt a profi, aki bizony a szuperrel végig eltalálja az ellenfelet, és újra betölti. Hát ott van ismét. Wow, mennyi kill. Na ez már skill, amikor egyszerre többet is eltalálsz. Nem csak egy karakter, de mind a hármat, akár majdnem kicsinálod, és ki is csinálod. Onnan pedig easy goal. Itt is van a noob, hogy a telefonján nézi, hogy hogyan szerezheti meg teljesen ingyen a Leon. Csak meg kell lájkolnia ezt a videót, megadni a testvérének a Snapchatjét, és nyitni egy ládát. Hát ennyire egyszerű még sose volt. Tényleg működik. Na, ott is van a láda, és tényleg jön a Leon belőle. Jó, és még nem is olyan fifás volt a Colt, menj már! De itt a profi ismét! Jó, átverte az ellenfelet, és gyönyörű leszette a falat, ott a gól, és megint a Bibi meg ráadásul még segített neki, mert ellökte. Onnan pedig be tudta fejezni, éppen hogy bekotyogott azt a mindenit!
Fú, a tipikus fal lerombolás. Nézzük, hogy a Noob vajon hogyan kezeli a helyzetet, neki sikerül-e? Hát a Dynamite ellen harcol, esetleg meg tudja ölni, sikerült! Gratulál, Noob! Kivondolták egy hétre? Spinnelésért, jaj! Istenem, Brawlballban, mondjuk jó lenne, ha kibannolnák, de itt vannak a profi playek közben. Hát micsoda trikksátokat láthatunk. Az már redek volt, de éppen, hogy bement. Na jó, hát ezek szerint Colttal is lehet bőven bénázni, de így összegezve bármilyen karakterre lehet nagyon rosszul is játszani, és nagyon jól is. Egyetlen egy dolog számít, hogy kinek a kezében van a karakter. Ha tetszett a videó, akkor jelezzétek egy hatalmas lájkkal és egy hatalmas feliratkozással, hogy ne maradjatok le a további Brawl Stars-os tartalmakról. Következő videóban találkozunk, addig is legyetek jók, na sziasztok!